Na mi van? Adjunk Márkus kutyának egy kis tápot. Egy nagyon kicsit adtunk neki. Meg egy kis vizet adunk Márkus kutyának. Ugye? Ugye azért nem ma kezdtem a konyha videózást. Ugye? Bocsi, csak kinyitom az ajtót közben, mert egyetlen. Ma összeöltöztem a szezon. Az meg nem csapódott a zsír, mert krumplit sütött. A sárgát fővettem a sárgához. De mondom, valami csapódik, nem? Na meg kell kevergetni, mert a krumplit sütünk, ugye ez a konyha videó. Ja, azt hittem, hogy levet csinálok. Remélem hallatszott az ordítozás. Gyere ide, és akkor mondd el a kamerába is, még egyszer. Mondd el nyugodtan, hogy azt mondtad, hogy ez nem leves, hogy forgatni kell, hanem mit mondtál, óvatosan kell? Forgatni. Ennyi. Jaj, azt hittem eleestetek. De nem. Kis kutya. Vacsorázik a drágám, jó van egyet? Úgyhogy kellett volna, már kell is már egy ilyen konyha videóm, ugye? Nehogy már itten kiégjen a konyha videó. Rájöttem, hogy egy konyha videó, azt a konyha videó, hogy ha valamit alkotunk. Most pedig alkotunk. Ne olsd már! Most pedig alkotunk. Most mi jól tud lám a lámpát? Faszomat már, fasz! Ne tegesíts! Direkt faszomhatsz! Fasz ki van már! Direkt muszáj engem szilkailag összetönketelni? Kevergetem, vagy meg a krumpit, azt rámoltja a lámpát, a szívbajt kapok. Milyen kezdődik az édes élet? Ó, a lábam! Ja, a kuka szörny, ezt meg akarom nektek mutatni. Jaj, bocsúj! Szóval ma ugye moziba voltam. Elmentem, mint Rozi a moziba. Figyelj már! Az normális, ha keményedik a krumpli. Ja. Na itt vannak a kukaszörnyek. Ilyen aranybogár. Dundulubulundulú. Ez egy agy. Ez egy agy. Ez meg egy propeller. És úgy hívják őket. A kutyát hülyének néz, kis fiam. Úgy, ez budgyantagy. Olyan, mint te. Ez budgyantagynak hívják, ez pedig mocskos venti. Látod? Budgyantagy. Kukaszörny. Jaj, közben megyék a krumpli. Anya! Jó ez már? Szerintem jó. Még mutatom, várják. Most halld meg a kutyád. Most magad töké, jó? Akkor most mit csinálsz? Most megfogom. Nem, először elzárod. Ja. Jó, nem dobálom. Robban föl. Figyelj, most takarítottam meg a gáztűz helyet. Na várjál. De robban föl. De profin kell csinálni. Megfogod a tálat. De ez még ég még. Gondolom, mert hogy meleg az olaj? Talán. Csöpögteted. Én is gondoltam rá. Csak poj. Felé. Nozni akar. De ki mondta, hogy verd szét a tányér? Azt mondtam, hogy emeld meg, csöpögtesd le. Csöpögtesd le! Most már ne rakd vissza!
Figyelj már. Megrázod. Én egy profi séf vagyok. Hát a profi séf az nem bassz össze a gáztűzhelyet. Hát pont az a lényege. Az egy profi, mert szép bassz minden. Te mit csinálsz? Te nisz ezzel a sült krumplival? Vagy normálisan lecsöpögteted a zsírt róla? De eleve kezdjük ott, hogy ez rossz, ez a kitedő. Nem, az maga a tökély. Jó, amit összecsöpögtettél, azt lefogod. Lészecsöpögtettél. Amit összecsöpögtettél, azt le fogod takarítani. Hol csöpögtettem? Gyere ide és mondd meg, hogy hol csöpögtettem. De hogy megyek, nincs az az Isten, hogy én oda menjek. Én innen háttér navigátor vagyok. Ne nézz, Jocsi. A navigátorom, akkor mondjad, hogy jól csinálom-e. Ugye, hogy precíz mozdulataim vannak. Hát. Még jó, hogy nem tudsz hátrébb állni, mert ott a szekrény. Ez azért... Szedjed hármaságba, ugyanaddig a többi szarráé. Látszik rajta, hogy én profi vagyok, nem ma kezdtem. Igen, mosszál bele pont egy hús. Milyen hús? Hol van egy hús? Ott röpködött egy kis hús darab. Szúnyog para? Nem, egy kis légy. Hát de nem baj, több fehérje lesz benne. Ezt az ős emberek a kukacokat mélyezik meg, meg a legyet, jó, meg, akkor, meg a svágbogarat. Oké, svágbogárnak hívják, holnaptól az a kaja, de már megint mellé csöpögtetted. Holnap az a kaján, tudod? Ha úgy forrom, fogom lenyalatni veled. Lenyalatni veled? Hát mert most néztem le a gáztűzhelyet, körülbelül 20 perce sincs. De figyelj már, először főzünk, utána banézom. Jó, hát... Hova mászol már? Nem látom a sült krumplit. Te a lovat se látod, fiam, nem hogy a sült krumplit. Na jó van, most már köszönjük szépen a létre. Na, akkor mondd el még ezt. Elmentem, mert ég az inged. Ja, hogy te meg közben vasalsz. Hát jó lenne, nem égetnéd szét a ruhámat. Én csak poénból hívtalak ide, hogy poénozzunk egy kicsit. Aperitif film ma már csinál. Tiszta zsír, olaj, olaj. Na. Mi van a Coca-Cola kötény? Mi van a Coca-Cola köpény? Kötény? Kötényem, mert? Kigyújtottad? Lett rajta egy lyuk, mint a magyar zászlón. Gratulálok hozzá. Mi ez az éges szag? Remélem... Főzzem be, vagy mi van? Pudika, a széthagyod a rákcsálni valóidat. Hát nem vagy te egy nokedli. Eszed, mint kacsa a nokedlit. Harpiane. Harpiane. Ludwig módra. Kamion. Na, kezdődik az édes élet. Közben Józsika elfoglalja a helyét. Már ez inkább tévésó, mint mivé. Becsuktam, jó? Majd gyere, ha kész vagy. Te valaki beszél. Ja, a tévét most kapcsoltam be. Na. Nem RTE, hanem... Na. Jó van, én nem várom meg most a dolgokat, mert elmentem vacsorázni. Jó éjszakát. Már kopognak.